napot kívánok mindenkinek! Ott fent úgy látom, ránk néztek, mert gyönyörű, ragyogó, igazi őszi napunk van, és nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit. És most fogom a papíromat, és innen olvasom föl, hogy kik azok, akik megtiszteltek bennünket, és nagyon boldogok vagyunk, hogy ilyen sokan elfogadták a meghívásunkat. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a szülőket, boldog a szívünk, és örömmel köszöntöm a nyugdíjas kollégákat, akik elfogadták meghívásunkat, és a tantestület együtt lesz a mai napon. Köszöntöm az igazgatóasszonyokat, László Pálné igazgatóasszonyt, Újvári Ferencné igazgatóasszonyt, a Művelődési Ház képviselőjét, Antalné Prezenszky Piroska igazgatóasszonyt, Kárpáti Mónikát. Nagyon örülök, hogy itt van a plébánia képviselője, Bezák Tamás atya, Kaposvári Lászlóné, Marika hittanár, Loborik Attila hittanár. Köszöntöm a múzeum képviselőjét, Zentai Evelin, Szabó Zsolt igazgató urat, az SMK vezetőjét, Zekéni Kubinyi Bernadette. Köszöntöm nagy-nagy tisztelettel és szeretettel a Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda kis csapatát, Holtner Győzőné vezetőóvónő, Kisné Agócs Márit, Marikát, a könyvtárosunkat, a Városi Önkormányzat részéről Volek György, alpolgármester urat, és mindenkit köszöntök, aki elfogadta, remélem nem hagytam ki senkit, és mindenkit köszöntök nagy-nagy szeretettel, aki elfogadta a mai napon a meghívásunkat. Akik már többször jártak itt, azok tudják, hogy ez már milyen régi hagyomány itt nálunk. A harmadik évfolyamosok nagy-nagy izgalommal és nagy szeretettel készültek erre a mai napra. És végül, de nem utolsó sorban, el kell mondanom, hogy a szülőknek nagyon hálásak vagyunk, és kívánok minden vezetőnek ilyen tantestületet, mint amilyen az én hátam mögött áll. Köszönöm a felkészítő tanítónéniknek majd, köszönöm azoknak a háttérmunkát végző kollégáknak, akik lehetővé tették azt, hogy ma ilyen szép napon ünnepelhessünk, és mindenkinek köszönöm, hogy lehetővé tették és lehetővé teszik évek óta azt, hogy ez a kis közösség együtt legyen, megismerje a szüreti hagyomány. A szüreti hagyomány ugye az nem csak kemény munka, hanem vidámság is, ének, zene, tánc, és ezt ma itt mindenki látni fogja. A mai délelőtthöz én kívánok mindenkinek jó szórakozást, és utána a gyerekeknek a fogadóterembe lesz az a sok varázslatos csoda, a mákos kukoricától kezdve a túrós lepényig, a tócsnyig és minden finomságig, amit látni fognak ott, és nem csak látni fogják, hanem meg is fogják kóstolni. És akkor most én hívom a harmadikosokat, hogy adják elő ezt a gyönyörű, szép ünnepi műsorot. Aki műsorunkat látni akarja, aki
aki itt van, haza ne menjen, ének szóval bennünket a kritózsába kísérjen. Itt van az össz, tudjátok-e, mit hozott? Szerintem jó, hogy jöttél, szeretünk. Megköszönjük, amit hoztál mi nekünk. Az őszi munkás sorában kiemelkedő a szőlő szüretelése. A gazda családja, a rokonok, a szomszédok összegyűlnek a szőlőbe, majd jó hangulatú szüretelés kezdődött. Beszélgettek, daloltak, tréfálkoztak a születelők, de mindannyian tették a dolgukat. Az asszony népszette a férfinét, szállította, szapulta, préselte a szőlőt. Elmúlt a nyár, itt az ősz, szőlőt őriz már a csősz. Kipattant a búza szeme, vajon a babám szerete? Ha nem szeret, megbánja, leszek a más babája. Kecske ment a kis kedve, a szőlőket megette, siess kecske, ugor ki, jön a gazda megfogni. Kecske ment a kis kedve, a szőlőket megette, siess kecske, ugor ki, jön a gazda megfogni. Táncol, fut a kövér puttonyos, ma fürgébb, mint máskor.
Elmesem a tehetlen szót, nyílom a csajokban. Elmegyek a cigányvába, nyugulatni magam. Felöltözöm rajosan, kicsitem magamat. A zenészek eljátszák a kedves dalomat. Felöltözöm rajosan, kicsitem magamat. A zenészek eljátszák a kedves dalomat. Ez így csalabban. És nagy lakodalmat csaptak. Halljad egész világ! Kéne a boldog nádkapán! Árazd el fényeddel sorsunkat, ó égi tűzkerék! Hogy sötét fondorlat ellenünk teremni ne tudjon, és az ő boldogságuk a miénkkel együtt ragyogjon. Amen.
évfolyamosok és kedves felkészítők, gratulálok ehhez a szép műsorhoz, mind a jelenlévők, mind a magam nevében. Azt kívánom magunknak és nektek is, hogy a pásztói szőlőhegyen még nagyon sokáig teremjen szőlő, még nagyon sokáig készítsenek bort, és még sok-sok évig tudjunk ilyen fantasztikus szőlő és bor ünnepet tartani. Engedjétek meg, hogy jutalmul egy kis édességgel kedveskedjek nektek. Gratulálok nektek! Kérem, hogy jöjjenek már ki, és egy virággal tudjak nekik kedveskedni. Prezenszki Elvirának, dr. Halász Istvánnak, Kúrsa Györgynek, Tamásné Nagyvárosnak. Vidám napot, kellemes hétvégét mindenkinek!